Kedves testvérek! Talán a templomunk búcsújától eltérve az első néhány mondatban hagy húzzam alá és hagy hívjam fel a figyelmeteket és a figyelmünket, hogy van egy nagy ünnep a mai nap, ami templom búcsúban kívül a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe. Ha nem a templom búcsúk lenne, róla vennénk az imákat, könyörgéseket, és csak azért említem meg, így az első gondolatomban, mert nem egy kőtemplomról van szó. Nem csak annak a templomnak a felszenteléséről, amely a pápa temploma, mert a Szent Péter Bazilika az a világegyház temploma. A lateráni bazilika a Szent Atya temploma. Mert nem csak a kőépületre kell gondolni, hanem azok közösségére és családjára, amit így hívunk, hogy egyház, mert az élő kövekből épült templom az igazi. És talán amikor így most többen vagyunk a templom búcsunk révén, nem baj, ha ez tudatosul bennünk, hogy ez az egyház, és sok nyelven ugyanaz a kifejezés a kőből épült temploma is, és az élő kövekből épült temploma is ugyanazt használják. De talán lépjünk a másik gondolatra, ami templomunkhoz kapcsolódik. De mi is jellemző a mai korra? Jellemző a megosztottság, a fölpörgetett élet, és ebből jön a szétszólottság. Ember kapkod. És szeretné az ember megtanulni, hogy mi is az igazi értéke. Persze gondolkodó rég vagyok, van értékrendem, az jó, az már adja az életemnek a stabilitását. Ha már meg tudom a finom dolgokat különböztetni, a szükséges a feleslegtől, az melyik még értékesebbé tesz engemet, vagy a hasznosat a kellemestől. Mert az is egy nagy veszély, hogy valami hasznos nekem, vagy csak kellemes. És ez azért indítottam ezt a gondolatot, mert ma egy szentre gondoló templom búcsunk alkalmából, Szent Imrére, aki sokszor a kezetekbe kerül egy-egy szentkép, akkor ha nem lenne a bajusszal, lehet, hogy nem is tudnám, hogy férfi vagy nő. Úgy van ábrázolva. Mert valahol torzulás áll benne a művészek gondolkodásában, fantáziájában is, hogy hogyan ábrázoljanak egy szentet. Nyilván őről azt mondjuk, hogy igaz, fiatalon halt meg, a ifjúság védőszentje, és milyen jó, hogy ő a védőszentje a mi iskolának is.